A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Sokat gondolkodtam azon, hogy milyen címet adjak a mai beszélgetésnek, hiszen vendégem egy olyan lokálpatrióta, aki ráadásul önkormányzati képviselő, aki nagyon sokat tesz azért, hogy választókerületében, hiszen nem erről fogunk beszélgetni, de azon a helyen, ahol ő él, olyan kulturális élet, illetve olyan közösségi élet zajlik, amit példaértékű. Vendégem tehát Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselő, tisztelettel köszöntelek. Az alap köszöntem. Pedig nem más, mint hogy az elmúlt héten nagy örömmel vettük hírül, hogy Bori Jenő emlékérmet osztottak, és ezt átvehetted a Bori családtól. Gratulálunk ezúton is. Köszönöm. És ilyenkor nekünk mindig eszünkbe jut, legalábbis nekem mindig, hiszen az elmúlt időszakban is számtalanszor voltunk a Bori várban, hogy milyen rendkívül fontos feladata van egy önkormányzati képviselőnek is abban, hogy Székesfehérvár, tudjuk, hogy a kultúra városa, a művészetek városa, a gazdaság, a sport városa, de a műemlékek városa is, és ebben is kiemelt helyen foglal helyet értelemszerűen a Bori vár. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi mindent kell tenni a hétköznapokon, hogy valóban ünnep lehessen egy kívülállónak is bemenni a Bori várba. Hiszen ezért önkormányzati képviselőként, székesfehérvári öreghegyi polgárként is nagyon sokat tettél. Igen, hát tulajdonképpen köszönhető annak, hogy van egy olyan képviselőtársnőm itt Öreghegyen, az Öster Marcsi és az elődje Bobori Zoli, akik, főleg a Zoli, aki bevezetett Öreghegy kulturális életébe, ezt kell, hogy mondjam, ugye Zoli tőzsgyökeres fehérvári, én gyütmentként vagyok Fehérváron, de már 50 éve, tehát, és nagyon köszönöm, hogy úgy érzem, tényleg befogadott a város. Na most valóban megtisztelő Székesfehérvárinak lenni, különösen Öreghegyinek, és hát Székesfehérvár, és főleg Öreghegy egyik emblematikus helye, ingatlana a Bori vár. Tehát természetesen, hogy aki Fehérvárra jön, ő elsősorban, hogyha kultúráról van szó, akkor és Öreghegyről, akkor azonnal a Bori vár jut eszébe, és azután érdeklődik. Hogy én említettem, hogy a Bobori Zolin keresztül, még Ágoston Bélával, a egyik Bori unokával voltam tulajdonképpen nagyon jó kapcsolatban, és hát rajta keresztül ismertem meg az egész Bori történetet, Bori vár történetét. És miután évtizedekig együtt voltunk a Bélával a borrendben is tulajdonképpen, ezért hát nagyon régóta figyelemmel kísérve a Bori vár történetét, tehát az utódoknak azt a küzdelmét és harcát, hogy az elég leromlott állapotba került, több évtized után került Bori várat fel tudják újítani, látogathatóvá tegyék, tudják tenni, és ez sikerült, hála Isten, az utódoknak is köszönhetően, és természetesen a mi szerepünk, képviselőknek a szerepe, ugye, hogy azért próbáljuk az érdekét védeni és segíteni annak a területnek, ahol megválasztottak bennünket képviselőnek, és ezért is, amikor szóba került
az, hogy segíteni kell tulajdonképpen a felújításában és a várnak, és a működtetés elősegítésében is, akkor mindannyian próbáltunk segíteni, ki mennyire tudott. Ez rendkívüli felelősség egyébként, hiszen ha bármilyen útikönyvet kézbe vesz az ember fia, akkor a belváros mellett a Borivár az, ami vonza. És pontosan ezért az is nagyon fontos, hogy a székesfehérváriak is megismerjék. Vannak-e erre nézve elképzelések, hogy hiszen meggyőződésem, hogy számtalan nagyon sok székesfehérvári látta nyilvánvaló, de nagyon sokan még nem. És ez a fiatalság a zöme. Tehát meg lehet-e invitálni a fiatalokat? Van-e erre elképzelés, gondolat? Hát a házasulandókat már igen, ugye annak hagyománya van, hogy ott fényképezkednek. Viszont hála Isten, nagyon sok olyan kulturális rendezvény van Öreghegyen, a Fontán keresztül is, amit meg tudunk rendezni a mostani Bori téren, tehát a Bori vár előtt. Tehát nincs olyan évszak, hogy ne lenne ott rendezvény. És hát ugye a fő rendezvény az az Öreghegyi Igazságok augusztus 20-a környékén, de van a szüret idején is, és korábban a tavasszal, húsvét környékén is vannak rendezvények, amikre ugye elég nagy számban, szép számban jönnek a látogatók, elsősorban persze fehérváriak, de vidékiek is, és azon kívül ugye van egy Bori Jenőről elnevezett általános iskola, ahol hát a Bori örökséget ápolják, és ugye a fiatalok elsősorban onnan érkeznek, onnan is érkeznek, és a szülőkön keresztül is természetesen. Nem hiszem, hogy van olyan fehérvári, akinek el kellene mondani, hogy mi az, hogy Borivár, de még a megyében se hiszem. Nekem nagyon sok ismerősöm van az ország különböző részein, de hogyha jönnek mindig az első az, hogy na, történt valami új a Borivárban, vagy valami, és mennek és látogatják, megnézik és mindig, és áradozva mesélnek. Szerencsére varázslatos helyszín, tehát én magam is tapasztalom, amikor ott vagyunk különböző kulturális rendezvényeken. Ha már itt tartunk egyébként, hát ugye azt tudjuk, hogy augusztus 20-a előnapján, általában 19-én rendezitek meg, szintén Östör Anna Mária önkormányzati képviselőasszonnyal együtt, ahol aztán nívós kulturális programok is várják, és már is itt van a kapcsolódási pont, hiszen az Öreghegy Boranújhegyi Szent István borlovagrendről is szó kell, hogy essék, ami kiemelt esemény ezen az ünnepségen is. Nos, a Nújhegyi Szent István borlovagrendről tudni kell, hogy alapítótag vagy. És ilyenkor mindig eszembe jut, mert egyre kevesebb a külsődleges szemlélő által felfedezett szőlőültetvény Öreghegyen, hogy ilyen körmönfontan fogalmazzam meg, hogy Öreghegy valóban egy szőlőhegy volt, és tradicionális a szőlőművelés és a borkészítés. És azt is kevesen tudják, hogy te magad is van szőlőd. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy voltam ott. És viszont alapítótagként kérdezlek a Nújhegyi Szent István borlovagrendről. Itt előkerül ismét Bobori Zoli neve, hiszen ő alapítótag veled együtt. Ez egy fontos pillanat volt. Ma már, én azt gondolom, 20 esztendővel ezelőtt, tehát 2 évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen, hogy egy komoly csapat ne alakítson borlovagrendet annak tükrében, hogy egy kicsit tovább vigye az elődöket, minden tudását, illetve segítse és bevezesse a fiatalokat is a borkészítés, a szőlőművelés rejtelmeibe. Emlékezzünk vissza egy kicsit a 20 évvel ezelőtti történésekre. Valóban 2002 elején Bobori Zoli mondja, hogy a Vég Alajosnak, aki ott lakik szemben Borivárral, és Csókában is van szőlőik, meg itt is, hogy az Alajos felvetette, hogy egy borrendet
egy öreghegyi borrendet kellene alapítani, és hogy mit szólok én hozzá. Hát mondom, csináljuk. Akkor még nem volt nekem szőlőm, tehát és megnyertünk olyan embereket, mint a Lanzbandi bácsi, Ágoston Béla többek között, akikkel 45 alapító tag volt tulajdonképpen, jól emlékszem. Igen, 2002-ben aztán meg tudtuk alapítani ezt a Noé-hegyi Szent István borrendet, és való igaz, ugye hát Öreghegy a Szőlőhegynek is hívták, hát sajnos már nem hasonlít a 50, 60 vagy 100 évvel ezelőtti Szőlőhegyre, mert teljesen beépült, de attól függetlenül ugye a cél az volt, hogy a hagyományokat egy kicsit fejleszteni, illetve ápolni, és ez sikerült is. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy egyre több öreghegyi fiatal értek rajta, 50-60 éves fiatalokat is, akik megörököltek szőlőt, és most már nem kivágják és beépítik valamivel, vagy eladják, hanem nagyon sokan szőlőművelésbe is kezdtek, és hát a borrend, ugye abba tudott aztán, vagy tud, de első időkben tudott főleg a mustrák révén segíteni, hogy azért voltak olyan borászaink, mint a Renner Laci is, aztán a Csóborék is csatlakoztak, úgyhogy akik olyan szakmai tanácsokat, hegedűség tudtak adni, amit aztán elfogadtak tulajdonképpen azok az amatőrök is, akik még büszkék voltak arra, hogy megvan a dédapjuk hordója, és amikor hoztak belőle bort, ugye, és a borászok elmondták őszintén a kritikájukat, akkor de hát akkor most mit csináljanak? Hát csináljatok belőle virágos ládát vagy hordót. De elfogadták, és nem véletlen, persze ez országos jelenség lett, úgyhogy ma már valóban kevés olyan bortermelő vidék van, ahol, hogyha megkínálják az embert, akkor úgy fintorogna tőle. Tehát nagyon jó borok készülnek. Igen, de folyamatos fejlődés záloga nyilván az a szakmaiság, ami meg jelen van. Viszont nagyon fontosak azok a rendezvények, amelyekkel a Noé-hegyi Borlovagrend segít megismerni a fehérvári borokat, illetve a tagjai borát is, és ebből van számtalan. Igen, hát azok a rendezvények, amikbe a Borlovagrend is bekapcsolódik, és vannak, ugye májusban mindig országos találkozót, borrendi találkozót szervezünk, ugyanúgy ugye augusztusban is, aztán van a hagyományos mártonnapi rendezvények, évelején vannak ugye a viceveszővágás, tehát ezeket a szőlészet és borászati hagyományokat figyelemmel kísérik, és mindig vannak rendezvényei, ilyenkor a borrend szervezésében vannak rendezvények, ahova meghívjuk a fehérvári, akár amatőr borászokat, de a komolyabb borászatokat is, és a megyéből is, és akkor természetesen össze van kötve szakmai tanácsadással is a mai napig, tehát mert mindig tanul az ember, és természetesen szívesen is hallgat olyan előadókat, akikről tudjuk, hogy letettek valamit már a boros szakmában, és bizonyítottak azzal, hogy nagyon híres boraik vannak. Itt hála Isten jó kapcsolat a velencei, a móri borászatokkal és csákberényiekkel is, de mindenkit nem akarok sorogatni, mert mindenkivel jó kapcsolatunk van, és kölcsönös. Nyilván fontos, hogy olyan rangos borászatok, mint a Hegedűs, amit említettél, a Páncél, Csóbor, Lícs borászat is, illetve igen, a borászai is tagjai a borrendnek, viszont
Ugye az volt az elv, amit meghirdettetek néhány esztendeje, hogy egyre inkább, ahogy te magad is fogalmaztál, hogy az 50-60 éves korosztály már fiatalnak minősül ebben a borrendben, hogy a fiatalok is kezdjenek el. Mennyire valóságos ez az elképzelés? Egyáltalán mit lehet tenni annak érdekében, hogy egy a fiatal nemzedék is elkezdjen a szőlészettel, borászattal foglalkozni, ha csak szabad idejében is? Jó tapasztalatok vannak. Tulajdonképpen én azt mondom, hogy a rozénak köszönhető, hogy a egyre több fiatal érdeklődik a borok iránt, és a sörről inkább sokan térnek át a könnyedebb borokra, és ugye az köztudott, hogy a rozé az azért lett a fiatalok bora, mert tulajdonképpen itatja magát, hogyha ha valaki jól csinálja, és sokféleképpen meg lehet kóstolni, akár fröccsnek, akár hosszú lépésnek. Mi tulajdonképpen a borrend ezzel úgy különösebben nem szokott foglalkozni, hogy kinek mi tetszik. Meg nem is akarunk rábeszélni senkit, ahogy említettem, már valóban jó minőségi borok készülnek, és kinek az édesebb bor, kinek a szárazabb bor ízlik természetesen az igazi borivók, nem azt mondom, hogy az alkoholisták, hanem a borivók, ők a szárazabb borokat kedvelik, de a fiatalokat ugye azzal lehet megnyerni, hogyha ilyen rendezvényekre behívjuk őket, és hívunk olyan fiatal borászokat az ország minden részéből, akiket elfogadnak, mert az én korosztályomat én mesélhetek nekik, de hiszem, ha látom, meg azért mindenki úgy van a saját generációjával, hogy őtőlük inkább elfogadják azt, amit át akarok adni, vagy tudatosítani akarok, mint az idősebbektől. Hát ha csak valaki nem valami professzora ennek a témának. De az biztos, hogy itt Székesfehérváron is vannak nagyon sok fiatal. Ugye működik a borklub a főiskolán, egyetemen is, tehát onnan is vannak érdeklődők mindig, úgyhogy sinem van, úgy érzem ez a dolog. Ez egy jó út mindenképpen. Beszéljünk a minőségről. Egyre inkább, ahogy most említetted a rozét is, egyre inkább elterjed, de azért a fehér és a vörös borok viszik a vásárlók zömét természetesen. Hogy sikerül a minőségben előrelépni? Hiszen felsoroltunk itt jó néhány olyan neves borászt, akik azért odafigyelnek, bár mindenki ezt teszi. És most arra figyeltem fel én magam, most ugye Sukoron voltunk a Bella pincében, a Nóhelyi Szent István borlovagrend Szent Márton újbor avatóján, illetve mustráján, hogy, és mindegyik borász azt mondta, hogy egyre jobb a minőség. Ez köszönhetően annak is, hogy a borrend odafigyel, hogy a nem elsősorban a mennyiség, sokkal inkább a minőség számítson. Hát nem a borrenden múlik, hanem ugye a szőlész borászata, de valóban így van, tehát oda kell figyelni. Tulajdonképpen ugye kétfelé lehet választani, nem vagyok szakember ennek, de ugye van a szőlészet, és vannak a szőlőművelik, és vannak a borkészítők. Tehát tulajdonképpen a szőlőn múlik minden, és ilyenkor ugye nagyon oda kell figyelni, ma már tudjuk, hogy minden hetekkel, talán hónapokkal is előbb van, mint a pár évtizeddel ezelőtti szüretek, ma már júliusban kezdődnek a szüretek. Ugye változik az éghajlat, és ez közhely, de mindenki, aki borral foglalkozik, azt tudja, hogy minden a savakon múlik, és már a szőlő érésekor is ugye azt figyelik a borászok, szőlészek, hogy áll a sav tartalma a bornak, nehogy elégjenek a savak, mert minden annak az alapja. Tehát, és
Ugye az egyik legkorábbi bor az Irsai Olivér, amit szintén a fiataloknak a kedvenc fehér bora, ugye illatos is, és itatja is magát, és, de ugye vigyázni kell, mert nagyon hamar elégnek benne savak, és akkor egy nagyon gyenge, vékony bor lesz belőle. Na most ezeket már a majdnem azt mondtam, hogy minden valamire való, de mindenki alapnak tudja, aki szőlővel, borral foglalkozik, és így is kezeli. Ez körülbelül egy jó 10 éve már így van. Tehát vannak a Móri borvidéken, akár a Paulus, akár a Sáfrányék, ott, akik itt Székesfehérváron ugye ismertek, vagy a legismertebbek, az ő boraikat ismerjük mi is legjobban, de hát a, most nem beszélve Csóborról, Licsről, meg a többieknek is mint hasonló minőségi, csak mennyiségi különbségek vannak azért, ugye vannak kisebb borászatok, meg vannak a nagyobbak, de az abban a közös tulajdonképpen a dolog, hogy ezt mindenki szem előtt tartja, hogy olyan alapanyagból, olyan szőlőből dolgozzanak, amihez tulajdonképpen, amiből aztán könnyű kiváló bort is készíteni. Attól függetlenül azért ez egy nehéz szakma, és nagyon arra kell figyelni, mert ott kell lenni a szőlőbe is szinte éjjel-nappal, meg a borászatok, de erről ugye a borászok tudnának mesélni, tehát egy élő szervezet, ez is így összejön a borról, tehát oda kell figyelni rá. Igen. Nagyon. A szőlő azt szereti, ha vannak benne szőlő. Igen. Is. Nos, hát én egyik oldalról ismételten akkor mindannyiunk, minden Székesfehérvári polgár nevében gratulálok a Borienő emlékéremhez. Kívánok jó munkát, és mert hogy lesz abból bőven képviselőként, és természetesen borrendi tagként is, mit kívánjunk ezen felül? Nekem? tulajdonképpen azt, hogy legyen még erőm, tehát nagyon szívesen és nagy szeretettel csinálom, amit csinálok, ezt a képviselői munkát. Tehát amíg nem érzem igazán munkának, addig azért szeretném csinálni, és tulajdonképpen mit lehet ehhez kívánni? Erőt, egészséget. Az, hogy legyen továbbra is ereje és egészsége az embernek. Történjék így. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm a kívást. Kedves nézőink, vendégem Horváth Miklós Csaba volt, önkormányzati képviselőként, borrendi tagként, a Borienő emlékérem jelenlegi díjazottjaként. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.